A következő szakasz óriási hűzsgés van itt a szállodában. Mi ez a hatalmas hűzsgés bőrcsike? Borzasztó. Rétegy ember. Tonnány áll. Valahova mennek. Óriási hangzavar. Hello, Rékuci. Te is jössz nézni, hogy mi ez a hangzavar? Ez a zsibbásár. Biztos mennek kirándulni. Harmadik szakasz. Felező buli. Hát még nem. Végén. Ha ennek a végére érünk, majd akkor lesz a felező buli. Asztaaa! Jerry beszerzett egy robot. Van egy rom nálunk, ami ez nagyon érdekes. Csak egy liter. Nehéz napokra. Elkezdjük ezen. Tetszik, Görgy? Nagyon. Meleg van, mi? Nagyon. Biztos, ezt most szúzta le. Ez a nagy busz. Vízi nomádokról fogunk fölvenni egy komfort. Talános ez a helyszín. Hello! Annyira kedvesek mindenhol egyébként. Hello! Na drágáim, itt a nap, amikor a vlog újraindul. Ha-ha! Egyáltalán működik. Egyáltalán meg nincs rajtad póló. Te meg miért fekszel az ágyba? Na ne, hogy kifejtenéd, hogy te miért fekszel a lukba? Ez elképesztő, hogy a Venzi ebből a két ágyból, itt a két ágy összetoltuk, és ő a lukba szeretett beköltözni. De még a következő hotelben is lesz ilyen szitu, és akkor berakunk oda a lukba. Egy, kettő, három, már egész jól állunk bőrönd összecsukásügyileg. Még az ingemet fölveszem. Én elmegyek fogat mosni, ti is tegyétek ezt. Könyörgöm, mossatok fogat. Nem könyörgöm pontosabban, csak szeretnélek megkérni titeket, hogy a szájhigiéniátok miatt kérlek, tisztítsátok meg a fogazatotokat. Azért, hogy utána a lehelletetek barátságos és kellemes legyen. Jó? Empress Hotel. Köszönjük az elmúlt pár napot. Hát, mit is mondjak, nem volt annyira jó. De az ágyak jók voltak. És ezt szeretném megmutatni. Itt valami oknál fogva egyszerűen így van, hogy amit védenek, szép képeket, azokat becsomagolják. Fóliát tesznek a képre, és van egy kis Jézus is. Szintén műanyagba csomagolva. 8 bőröndés. Indulhatunk! Brian, a sofőrünk, irgalmatlanul helyes csávó. Nagyon-nagyon kedveljük őt. Tökéletes sofőr. És nagyon-nagyon kedves ember. Most felhívom őt, hogy akkor indulunk. Hello, Brian! Can you help with the luggages? Yeah, hello, Balo! Na, te lettél az operátor, és el is indítottad a kamerát? Aha. Biztos? Számol vissza? Hát én megnézem. Elindította, tényleg? Te operatőr vagy. Kedves gyerekeim, én szeretném, hogyha most elindulnánk, úgyhogy szeretnélek benneteket arra megkérni, hogy minden, amit valahol elrejtettetek, eldugtatok, azokat vegyétek ki. Na mindegy, szóval mi most indulunk, és akkor most hova menjünk szerinted? Tehát, hogy menjünk oda, ahol ti vagytok, vagy menj... Jó.
Jó van, anya. Puszi. A mi missionünk általában az, hogy hol találunk mosdót. Most is ebben vagyunk, de van segítségünk. Hello! Hello! Egy kérdés. Ez a WC? Teszteljed, Szandikám, menjél. Na, és közben egy kis szemét. Hát, igazából elindíthatnánk egy ilyen pontozást, hogy hányas pontot kap az adott mosdó. Please keep the toilet clean. Oh! Nagyon bájos. Bájos! Nem lehet járni. Le kell mérni, és bájos. Én erre a mosdóra 5 pontot adok. Ebben az országban az egyetlen dolog, ami tetszik, sajnos ezt kell mondjam, azok alapján, amiket mi láttunk, az a triciklik szerezett mennyiség van belőlük, és mindegyik annyira egyedi, annyira különleges, olyan jól néznek ki. Mindenkinek a saját karaktere visszaköszön a tricikliknek a stílusában. Ez szerezett tényleg nagyon, nagyon izgalmas. Annyira szeretnék egy triciklit otthonra, számomra nem tudom. Na, majd mindjárt mutatok párat. Benci, gyere! Várok rá. Na, itt is van egy ilyen tök menő kis. Teredik a forgalmat már valamiért. Dugó lett, lehet, hogy miattunk. Ups! Ezért mi még átmegyünk, bocsi! Nagyon hangulatos kis komfort vettünk fel. Júlia az erkélyen ott állt. Menjél, Jenny, nyugodtan átsétálsz. Itt álltam fent, itt a rózsák között. Van valami bájos ebben a kis helyben. Hoppá, ezek itt vannak. Itt vannak a versenyzők. Mi vagyunk a field kocsi, vagy mi az host kocsi. Mi nem vehetjük fel őket. Szívesen felvettem volna őket. Itt egész egyszer az amerikai kultúra olyan durván van még jelen, mindenki nagyon nagy tisztelettel van a fehér emberek iránt. Tehát az ázsiai utazásaink során már sokszor ért minket olyan, hogy így végtelenül meg voltak döbbenve azon, hogy mi itt vagyunk. Ez itt is így van, hogy itt tátott szájjal, főleg ezekkel a gyerkőcökkel jövünk, megyünk, tátott szájjal nézik, vagy csak így le vannak hagyva attól, hogy ott vagyunk. De közben irgalmatlanul kedvesek, mindenki nagyon kedves. Sok dolgot nehéz megértetni velük, vagy elmagyarázni, mert az ő logikájuk az nem ugyanaz, mint a miénk, de nagyon kedvesek és nagyon tisztelettudóak, és szinte mindenki beszél angolul. Tehát olyan nincs, hogy végül valakivel nem értetted meg magad. A nyelv az itt abszolút jól használható nyelv. Ez az ő saját nyelvük valamilyen kicsit a spanyolos beütésű. Apu szerint minyonos, igen. Apa egy egész kicsit udvariatlan módon, azt gondolom, hogy annyira cuki, amikor ilyen picik, ugye mindenki akkora kisebbek, mint a mici. Végtelenül szórakoztató, hogy irgalmatlan tempóban beszélnek egymással, szinte pont ugyanúgy, mint hogy a minyonok. Egy időszót nem érteni nyilván belőle, de szuper cuki. Nagyon, nagyon kedves lény. Nagyon szegény. És hát borzasztóan egy szegénység van nagyon sok helyen, de hát ezt azért már látom. Most már egy hete itt vagyunk, már több is, mint egy hete, és az első pár napban nagyon intenzíven vlogoltunk, most az elmúlt pár napban kicsit kiszálltunk belőle. Ennek főleg én vagyok az oka, én egy kicsit besokaltam egyéb okból is. Elég sok feszültség volt mostában az életünkben, és azt hiszem, hogy most ennek minden részlete kijött. A Nórival egyfolytában vitáztunk, egyfolytában küzdöttünk egymással, és mindennel. Pluszban még az is ott van az a tény, hogy elképesztően sokat támadtak minket az utóbbi időben, amiatt, hogy a gyerekeink így, a gyerekeink úgy. Jó döntésnek éltük meg az elmúlt években is, és még most is azt gondoljuk, hogy ez egy jó döntés volt. Bízunk abban, hogy ez így is van. Nyilván ez egy emberkísérlet, tehát ezt nem tudjuk, hogy aztán bennük ez mit okoz.
tanúságos volt az elmúlt pár nap, mert én ezt feldobtam a gyerkőcöklén, hogy akkor most akkor nem, ezen az utazáson nem vlogolunk, és abba is hagytuk. Ők meg őszintén meglepődtek, hogy de miért. Ők ezt nagyon szerették és élvezték. Őszintén nagyon meglepődtek és kicsit hiányolják is. Én magam nyilván hiányolom, de most újra kezdjük. Ez maga az élet. Pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint az élet. Történnek velünk a dolgok. Nem tudom, nagyon régóta beszélgetünk, és nagyon régóta téma ez, hogy most akkor mi bűnösök vagyunk, vagy nem, amiatt, hogy ezzel foglalkozunk. Számunkra ez borzasztó sok kalandot, és nagyon sok szép emléket hozott, és ezt egy óriás vétek lett volna kihagyni. De közben elgondolkodható, és rendkívül rossz érzés mindaz, ami olyan emberektől, akik mindenképpen ítélkezni szeretnek más dolgaitől. Mi soha nem csináltunk ilyet, soha nem mondtuk senkiről semmit, hogy mit kéne neki és hogyan csinálni. Sokan vannak olyanok a média világában, akik úgy érzik, hogy mindenképpen bele kell, hogy szóljanak abba, amit és ahogyan mit csinálunk. Ezt értem, mert végül is mi közszereplőnek számítunk, mintől kezdve felelősséggel tartozunk azok miatt, a dolgok miatt, amiket nyilvánosságra hozunk, de igazándiból mi csak nagyon, nagyon szeretjük ezt az életet, ezt az életmódot, az utazást, szeretjük a gyerekeinkkel együtt lenni, szeretjük őket részévé tenni az életünknek, és nem kizárni őket azokból a dolgokból, amiket mi is együtt tapasztalunk. Rendkívül sok kétely, rendkívül sok megválaszolatlan kérdés van ebben, de hát mindegy, szóval azok, akik beleszólnak a mi életünkbe, hát tegyék, nyugodtan szívük joga, mi azért azt hiszem, hogy az elmúlt hosszú-hosszú években egy jó példát mutattunk arról, hogy ugyanis és miként lehet családban létezni, mi az, ami a családi életben és az utazásban és az együttlétben jó. És ugyan mi is rettentő sokat küzdünk magunkkal, én magam is rendkívül sokat küzdök a saját karrieremmel, a közös karrierünkkel, a párkapcsolatunkkal, minden, ami mással megtörténik, velünk is megtörténik. De hát ez maga a valóság, sosem fordítottuk át, sosem csináltunk úgy, mintha általában mindig őszinték voltunk. Most is azok vagyunk. Nagyon sajnáljuk azt, hogyha az az életmód, amit mi választottunk, vagy azok az elvek, ami szerint mi éljük az életünket, ez sokaknak nem tetszik. Vállaljuk a felelősséget azért, amit csinálunk, és szerintem nekünk összesen ennyi a dolgunk, hogy a saját életünkért feleljünk. Ez így is bőven elég feladatot ennek. Ezt a két szép gyereket felnevelni erre az egyébként nem könnyű világban. Na úgyhogy ennyi. És most úton vagyunk a dolgokat. Sokkal elég érkezünk már szerintem. Na gyerünk! Gyerünk, fiatalok! Jó, de jól néz ki! Most látnunk kell! Na, hol van, mi a látjátok? Mi van? Venci, belém kapaszkodik! Anyára katonák vigyáznak, ezt már szeretem! Katok! De jól nézel ki, te Jézus Mária! Van vizet! Vizet? Hello.